Tisztelt elnök úr, kedves előadó kollégák! Hát megmondom őszintén, csatlakozok elnök úrhoz, hogy elmúlt két napban nagyon sokszor ugye beszéltek a kollégák, hogy vannak kihívások azért a köznevelésbe, és hát bevallom őszintén, hogy az előadó is kihívásokkal küzd, hiszen egy nagyon hosszú, nagyon értékes este után vagyunk túl, és hát ugye ilyenkor mindig fölmerül a kérdés, hogy valóban kik azok, akik el fognak jönni az előadás. Egy picit ilyen déjà vu érzésem van, ez ilyen szerda reggelenként szokott lenni, amikor előadást tartok a hallgatóknak. Kedden van az egyetemi buli, hogy lesz rajtam kívül bárki más a terembe, de hát, ahogy elnök úr is mondta, legkiválóbb kollégák itt vannak, és egy ilyen környezetben nagyon jó előadni. Nagyon köszönjük a lehetőséget a szervezőknek, hogy idén is meghívtak minket, és kaptunk lehetőséget szekciókra, workshopokra, és a mai előadásban, a plenárisban is egy picit a komplex alapprogramról szeretnénk beszélni. Azokról a kihívásokról, amikkel mi is találkoztunk, amik ott vannak egyébként a köznevelésben, és szeretnénk bemutatni azokat a megoldásokat, amivel talán egy picit tudtunk reagálni ezekre a kihívásokra. Hogyan néz ki ma az oktatás? Mondhatjuk azt, hogy nagyjából innét indultunk, hogy igaz vagy nem igaz az, hogy úgy képzelték el korábban, vagy képzeltük el a tanulókat, mint egy tartály, és majd megtöltjük a tudással a fejüket, és talán volt egy varázspálcánk is, az jelentősen átalakult az elmúlt időszakban, valljuk be őszintén, teljesen másként és máshogyan értelmezik a tanulók a tanulást. Egyéni tanulási utak vannak, olyan önfejlesztő tanulási megoldások, vagy társtanítási megoldások, amik arra ösztönzik a tanulókat, hogy a tudásuk képességeik fejlődjön, és nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a megszerzett tudás az egy része természetesen a formális oktatásból, tehát az iskolai környezetből jön, de egyre nagyobb része a tudásnak az informális, illetve nem formális csatornákon jön a tanulók esetében. Nagyon sajátos helyzet az, hogy hazai és nemzetközi kutatások is azt mutatják ki, hogy minél tovább van a gyerek az iskolába, annál kevésbé motivált. Tehát, hogyha megnézzük őt első-második évfolyamban, hogy milyen tanulási motivációval rendelkezik, és milyen nyolcadikban, sajnos, ha nem is meredeken, de lefelé ível. És hát van egy ilyen nagyon sajátos megjelenése még ennek, hogy a tanéven belül is, ugye a szeptember és a június között is megváltozik ez. Hogyan tudjuk ezt fenntartani? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a tanuló értse, érezze, hogy miért van ő ott az oktatásban, és hogyan, miként fog tudni eredményesen előre haladni. Milyen a ma tanuló diák? Beszéltünk X, Y, Z generációról. Sokan vitatják egyébként, hogy ez létezik vagy nem, de az alfa generációs gyerekek is ott vannak az iskolában, ők 2010 után születtek, azaz a generáció, aki okos eszközzel a kezébe született, és nem volt olyan pillanat az életében, hogy ne lett volna okos eszköz, digitális eszköz és internet. Teljesen más az inger küszöbe. Ezek az alfa generációs gyerekek, ezek sajnos, vagy hál' Isten, de nem tudják elengedni ezeket az eszközeiket. Az Always On és az Instant Get is ezt jelenti, ugye, hogy állandóan online térben vannak. Egy nagyon sajátos társadalomban élik a világukat. Ugye ez a közösségi médiának, a Facebooknak és egyéb más médiumoknak köszönhető. Virtuális valóságról is beszélünk. Ez egy sajátos helyzet, és megmondom őszintén, hogy ezt nem nagyon szeretnénk minősíteni, hogy jó vagy nem jó, főleg annak fényében, hogy Gábor Béla is itt túl körünkben, és pont egy ilyen következő előadás lesz, amikor a tanítási-tanulási környezet a digitális térben hogyan jelenik meg. De hogy ezt inkább kiaknázni kellene, ezeket a lehetőségeket, és megnézni, hogy hogyan tudjuk eredményesen az oktatásba beépíteni. Maslow próbálkozott azzal, hogy egy szükségletpiramist fölállított, és ugye azt mondta, hogy a fiziológiai, biológiai szükségletek a legmagasabb rendűek. Ez valóban így van, nem tévedett nagyot 2010-ig, mert ma már a legmagasabb rendű szükséglet az az tényleg, hogy van-e feltöltött okos eszköz, és van-e rendelkezésre álló internet a közelben, és hát nem biztos, hogy racionális döntéseket hoznak a tanulók, valljuk be őszintén, ha esetleg komoly döntést kell hozni bizonyos területeken. Nézzük meg a pedagógusokat, hogy milyen az az oktatási környezet, ahol ma egyébként jól kell működni. Miről beszél ugye most a konferencia, a mesterséges intelligencia, tudás, társadalom? Tudjuk azt, hogy az IKT kompetencia ez egy fontos dolog, de előadások szóltak arról, hogy nem biztos, hogy mindent az eszköz fog megoldani, illetve az eszköz használat fog megoldani. De mégis egy olyan világban élünk, ahol okos tábla van, okos telefon van, okos tévé van, okos minden okos. Fölmerül a kérdés, hogy a pedagógus okos-e. Nemrég olvastam egy cikket okos porszívókról és okos fűnyírókról, tehát most nem szeretném egy
elvinni ebbe az irányba ezt a dolgot, de lehet, hogy egy okos porszívóval kell nem sokára versenyeznünk. Szándékosan idézőjelbe tettem, nem szeretnék senkit természetesen megbántani. Az a kérdés, hogy tudunk-e olyan gyorsan reagálni a változásokra, mint amilyen gyorsan változik a környezet, akár az oktatásban, akár egyéb más területeken. És hát valljuk be őszintén, hogy a vonalkód ideje lejárt, tehát ma már QR kódok vannak, és hogy upgrade-elni kelleni magunkat, egy kicsit frissíteni, akár a szakmai módszertani tudásunkat is. Ott vannak az eszközök a kezünkben, azokat hetente szoktuk frissíteni, a számítógépenket és egyéb más dolgok, alkalmazásokat töltünk le. Fölmerül a kérdés, hogy szakmai módszertani területen is frissítjük-e saját magunkat, és töltünk le újabb és újabb alkalmazásokat, amik esetleg a ma tanuló gyerekeknek meg fognak felelni. Innét indult el maga a komplex alapprogram, egy rendkívül hosszú utat járt be, egy nagyon hosszú fejlesztési időszak volt. Az elmúlt évben arról tudtunk beszámolni, hogy elindult a program, viszont nagyon kevés olyan adat állt még akkor rendelkezésre a konferencia időtartalma alatt, amiből a programnak a sikerességét tudtuk volna bemutatni. És akkor inkább a programot mutattuk be, viszont az első tanév lezárult, és nagyon sok mérési eredményünk van, és látjuk, hogy hogyan működik a program. Ami nagyon fontos, hogy megvan magának a programnak az a nevelési oktatási koncepciója, ami az összes olyan elemét tartalmazza, ami szükséges, vagy esetenként használható az iskolában. És itt most nem csak arról beszélek, hogy jól kidolgozott alapelvek mentén épül föl a program, ezek egymásra épülnek és meghatározzák a program ívét, hanem talán egy kicsit, ami ebben a körben fontos lehet, ez a differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban, tanítási-tanulási stratégia, gondolom az itt ülők jelentős része azért ezt már ismeri, mert hogy nagyjából az az irány, amit látunk, hogy egyéni tanulási utakra van szükséges, egyéni tanulási utak támogatására az, hogy eredményesek és hatékonyak tudjunk lenni. Kidolgoztunk anyagokat online és offline változatban, ezeket kijuttattuk az iskolákba, illetve most jelenleg is még ez a procedúra zajlik, hogy eljussanak ezek a kiadványok az iskolába. Viszont két területet szeretnék kiemelni, az egyik az a képzések, amiből ugye 7 darab áll rendelkezésre a komplex alapprogramban résztvevő pedagógusok számára. Talán itt van az a lehetőség, hogy egy picit frissítsük azt a szakmai módszertani tudást, illetve az alprogrami területekhez kapcsolódó tudást, ami bizonyos kihívásokra választ fog tudni adni. A másik terület, ez pedig a szakmai támogató rendszerünk. Tapasztalat a mi programunk kapcsán is, hogy ezt igénylik az iskolák, és szükség van szakmai támogatásra. Egy-egy képzéssel nem biztos, hogy olyan eredményt tudunk elérni, mint amilyen eredményt szeretnénk elérni. És ezért ugye ez a szakmai támogató rendszer, ami az iskolai implementációt segíti, ez az iskolai működést. Két fő pillére van természetesen, az egyik az az intézmény vezető, a másik pedig a pedagógus, másként és máshogy próbáljuk az ő működésüket támogatni, és hát ott vannak a jelenléti támogatásaink mellett azok az elektronikus felületek, amelyek segítik a pedagógust. Van erre szükség? Felmérték azt, hogy a tanárok honnét és hogyan kérnek segítséget, és hát gondolom nem fogok elárulni titkot, amikor azt mondom, hogy 99%-ban a kollégáktól. 98%-ban nagyjából a munkaközösségtől, vagy a munkaközösség vezetőtől, akivel együtt dolgozik, és hát nagyjából ilyen 85%-os arányban ott van az intézményvezető. Na most erre a szintre tudtunk eljutni, mi a szakmai támogató rendszer keretében az első év után, hogy 82%-os arányban már megjelent, ez egy külső segítség, nem szervezeten belül, hanem értelemszerűen szervezeten kívüli, 82%-os arányban választják most már a pedagógusok segítségként a szakmai támogató rendszert, pontosan amiatt, hogy az az elsajátított tudás, ismeret, ami a képzéseken megjelent, hogy ez a gyakorlatban hogyan ültethető át, mert ez egy tanulási folyamat mind a tanulónak, és mind a tanárnak is természetesen, és ez bele is van szándékosan építve a programba, hogy nagy valószínűséggel attól, hogy valaki elvégzi a képzéseket, és szeptember 1-én bemegy az iskolába, ha szerencsénk van, akkor csak másodikán vagy harmadikán kell, mert hogy hétvégére esik, és rögtön fogja tudni alkalmazni a programot. Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban. Amit szeretnénk ezzel az ábrával szimbolizálni, az, hogy nagyon-nagyon sok jó gyakorlat van az iskolában, és szándékosan nem onnét indítottuk el a program fejlesztését, hogy minden, ami eddig volt, azt felejtsük el, és teljesen másként csináljuk, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy a meglévő jó gyakorlatokat aknázzuk ki, és nem akartunk hierarchiát felépíteni abban, hogy melyik módszer fontosabb vagy jobb, azt nézzük meg, hogy a pedagógus, melyik az, amelyiket komfortosabban tudja alkalmazni, tehát hogy a projekt munkában egy picit jobban hisz, akkor lehet ezeket az arányokat természetesen növelni, vagy ha a komplex instrukciós programot szeretnénk nagyobb mértékben használni, akkor természetesen arra is lehetőség van.
Ez maga a komplex alapprogram útja, ahonnét elindultunk, és egy rövid videó keretében szeretném bemutatni még azt, hogy milyen egyéb tényezők jelentek meg itt a programban. Making walls to stop the waves from coming up. We found joy in little things, like imaginary scenes. Oh, I miss the way we were when we were young. But now we're older and we feel the world at our feet. As time turns, we drift away. And oh, how time flies and you realize forgotten dreams got lost along the way. Wish we were young again. Wish we were young again. But there's still so much to see in this life in front of me, like pages of a book still unturned. We could sail the seven seas, even raise a family. We could dream just like we did when we were young. 'Cause now we're older and we feel the world at our feet. As time turns, we drift away. And oh, how time flies, and you realize forgotten dreams got lost along the way. Wish we were young again. Ez a fő üzenet, hogy valóban a pedagógus egy nagyon fontos tényezőnök, mi azok, akik picit jobbá fogjuk tudni tenni, vagy hatékonyabbá az oktatást. Ebben a kisfilmben azokat a legfőbb állomásokat próbáltuk bemutatni, amelyek a programot jellemezték, és eljutottunk oda, hogy élménysulikat is tudunk, illetve tudtunk kihirdetni, hogy ez egy pályázati rendszerben megvalósuló programelem. 12 iskola volt, 14 feladatellátási helyel, illetve 30 olyan intézmény, aki a kapocsiskola hálózatunkhoz kapcsolódott, illetve belépett ebbe, és nagyjából elindult az az alulról jövő szerveződés is, amiben megjelenik az, hogy az iskolák hogyan miként tudják egymást segíteni, és hogyan tudnak tényleg egy közösséget alkotni. Röviden szeretnék néhány eredményt bemutatni, amit fölmerül igazából a programunkkal kapcsolatban. Akkor meg szokták kérdezni a pedagógusokat, hogy mi az, amitől alapvetően félnek, vagy mi az, ami kihívást jelenthet az ő pedagógiai gyakorlatukban, akkor nagyon sokszor ugye azt szokták mondani, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, vagy a magatartási problémával küzdő tanulókat hogyan tudom nevelni, oktatni, vagy nagy Isten a különböző szociális, kulturális helyzetből jövő tanulókat, hogyan miként tudjuk együtt nevelni. Ezek helyre-tétre befutóra nagyjából egymással versenyeznek, de ezek a legáltalánosabban megjelenő problémák, amik egyébként itt az oktatásban vannak. Pedagógusok igényeire tud-e reflektálni maga a komplex alapprogram? Az egyik fő terület, amiben egyébként a pedagógusok segítséget vártak, az, hogy új módszereket kapjanak, vagy olyan új innovatív szemléletmódot, amivel az osztálytermi folyamatokat egy kicsit eredményesebbé tudják tenni. És alapvetően látjuk azt, hogy a szakirodalmi forrást megerősíti az általunk kapott adat is, hogy az egyik fő pillére a pedagógusok igényének az az, hogy módszertanban egy kicsit tudjanak fejlődni, és módszertanilag hozzá tudjunk járulni az ő munkájukhoz.
A tanároknak a több mint 70%-a alapvetően azt jelölte meg, hogy maga a csoportmunka, vagy nagy Isten a kooperatív technikák alkalmazása az nagy mértékben a program hatásaként megjelenik az ő pedagógiai gyakorlatában, és elkezdték ezeket használni és alkalmazni, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hasonlóképpen a tanulócsoporton belüli differenciálást is, ugye az eltérő képességű, motivációjú, attitűdű tanulókat hogyan miként tudják együtt nevelni. És egy nagyon-nagyon érdekes adat, ez is nagyjából 70%-os arányban megjelenik, a pedagógusok együttműködésének a javulása és fejlődése. Nagyon pozitív visszajelzés, jó magam is tartok nagyon sok képzést, amikor a második, harmadik nap végén, amikor lemegy a képzés, azt mondják a pedagógusok, hogy hát évek óta nem beszélgettünk ennyit, évek óta nem dolgoztunk együtt, és hogy milyen jó megismert a másik kollégát, kicsit jobban, kicsit olyan segítséget tudott adni, ami akár tantártól függetlenül az ő módszertanába beépíthető és fontos tud lenni. Probléma területek, ugye amit említettem, az a három legfontosabb, hogy tudja-e segíteni, támogatni a pedagógusokat a komplex alapokban. Mindenki nyugodtan föltehető ugye ezt a kérdést. Nagyon-nagyon fontos, ugye ez a bevezetés évében van. Tanulási és vagy magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal való bánásmód és foglalkozás. A kezdeteknél az első mérési eredményünk az volt, hogy nagyjából 49%-os arányban jelenik meg ez problémaként. Egy év végeztével a pedagógusoknak már csak a 34%-a mondta azt, hogy ez valós problémát okoz neki a pedagógiai gyakorlatában. Ha megnézzük, az különböző szociális háttérrel rendelkező tanulók esetében ez 40%-ról 28%-ra csökkent. Tehát szignifikánsan kimutatható statisztikailag is az, hogy a három legfontosabb probléma, ami megjelenik, arra valamilyen megoldást tud kínálni maga a komplex alapprogram. DFHT KIP, vagy a KIP nélkül, DFHT módszert a nélkül tartott tanórák alkalmazási gyakoriságát mutatja alapvetően ez az ábra, illetve azt a területet, hogy mennyire lehet megmozgatni egy tanulót az órán, és azt az eredményt kapjuk, ugye, hogyha DFHT KIP-pel támogatott az óra, akkor ez nagyjából ilyen 16%-os arányban jelenik meg dominánsan. Ha kivesszük magát ezt a módszertani elemet, akkor jelentősen csökken ugye már ennek az aránya, és hogyha a hagyományos órát nézzük, akkor pedig még kevésbé tudják, és lehet eredményesen alkalmazni azokat a módszereket, amelyek ugye a tanulóknak az aktív bevonás, élményközpontú bevonását jelenti a tanítási folyamatban. A másik terület az a tanulóknak az tanulók aktivitása és a tanulási motiváció, és ehhez kapcsolódó terület. DFHT KIP-pel úgy néz ki, és a DFHT módszertanával, hogy nagyobb mértékben fenntartható a tanulási motiváció tanulók esetében, mint hogyha ezt az elemet kivesszük, vagy nehogy Isten, visszatérünk egy picit a hagyományos órák irányába. Milyen tanulásszervezési eljárások vannak? Itt igazából a sárga, illetve a kék mezőben lévő értékek azok, amelyek valóban informatívak számunkra. Kooperatív tanulásszervezési eljárások ilyen arányban jelennek meg. Nagyon érdekes, hogy a frontális osztálytermi foglalkozás esetében ugye most már ritkábban alkalmazzák a módszert a megismerésével ezt a fajta tanulásszervezési eljárást a tanárok, illetve egyrészt ugye nagy mértékben, illetve hogy valamivel ritkábban alkalmazzák. Tehát, hogy a pedagógiai gyakorlatban ez kezd jelentősen bekerülni. A következő terület ugye, ami a tanulókhoz kapcsolódik, és fölmerül, hogy milyenek ugye a ma tanulók, de tudjuk, hogy két ujjal gyorsabban gépelnek, mint mondjuk én 10-zel a számítógépen, én mind a 10 ujjamat szoktam használni, egyel pötyögök, 9-zel a következő billentyűt keresem, ők két ujjal lényegesen gyorsabban tudnak már ugye dolgozni. Milyen attitűddel rendelkeznek? Föltették egyszer a kérdést, hogy ez eredménye, hogy stagnál, vagy azonos szinten marad a tanulási motív, a tanulási attitűd, tanuláshoz kapcsolódó attitűd. Ugye említettem azokat a hazai és nemzetközi kutatásokat, ami azt mondja, hogy az attitűd, illetve a motiváció csökkenni fog az évek előre haladtával, és abban a vizsgálati csoportban, ahol bevezetésre került a komplex alapprogram, ez stagnál adott szinten. Én azt gondolom, hogy ez eredmény. Annak idején nekem volt lehetőségem élsportban részt venni, és azt mondta az edzőm, hogy egyszer majd örülni fogsz annak, hogyha a teljesítményed nem csökken. És elértem ezt a pillanatot, tehát hogyha már az ott szinten tudnék teljesíteni, és nagyon jó lenne. Abban a vizsgálati csoportban, ahol nem vezették be a komplex alapprogramot, látjuk, hogy jelentősen csökkent, és hozzáteszem azt, hogy szignifikáns eltérés a két terület között. Tantárgyakhoz való viszony, mennyire szereti a tanuló. Itt is azt kaptuk, eredményül, hogy megmaradt az a szint, ahonnét elindult szeptemberben, a tanév végi mérés megerősítette ezt, a be nem vezetett csoportokból pedig ugye ez jelentősen csökkent.
Mit mondanak a gyerekek a programról? Ez az Oktatási Hivatal monitoring tevékenységéből származó dokumentumokból kivett idézetek. Ugye van egy konzorciumi partnerünk, az Oktatási Hivatal folyamatosan néz azokat az osztálytermi folyamatokat, ami a programnak az eredményességét mutatja. És hát jobban szeretünk iskolába járni. Várjuk, hogy kis tanárok legyünk. Ugye ez a DFHT-nak az egyik szerepe, tehát abban a pillanatban, amikor már a tanulónak dedikáltan megjelenik, hogy neki mi a feladat, a szerepe egy-egy csoport munkában, akkor rögtön jobban fog hozzá ragaszkodni és alkalmazkodni. Hát a tanítónéni észrevette, hogy valamin változtatni kellene. Úgy egy picit fölrázta az osztályt, és sokkal érdekesebb és aktívabb órát tudott tartani. Jobb lett az A és B osztály kapcsolata az alprogrami foglalkozások miatt. Ugye ezek jellemzően délután jelennek meg ezek az alprogrami foglalkozások, és van-e az iskolának tanuló megtartó ereje, ezt különböző módon szokták vizsgálni, hát nem egy túl tudományos, de saját tapasztalatot engedjenek meg, hogy idehozzak. A kislányom második évfolyamban jár, egy olyan iskolából a komplex alapprogramot bevezették, ott az utolsó órában van az alprogrami foglalkozás, ez azt jelenti, hogy 16 óra 15-kor van vége. És próbálkoztunk egyszer azzal, hogy nagyszülőkhöz megyünk a hétvégén, és hát jeleztem a kislányomnak, érzékenyítettem őt arra, hogy ebéd után szeretném elhozni, majd erre azt mondta, hogy apa, hát nekem alprogrami foglalkozásom van. Tehát, hogy ott maradnak a gyerekek az iskolába. Szülők, nagyon fontos célcsoport, ők mit éreznek és mit látnak a programból, látnak-e a sikerességből valamit, együttműködőbbek, a gyerekek csapatban tudnak dolgozni, empatikusabbak, többet mesélnek otthon a tanórán szerzett élményekről. Talán ez egy mindenki által ismert jelenség, ugye amikor megkérdezzük a gyereket, hogy mi történt az iskolába, semmi, köszönöm, így van, tehát ott ült egész nap, a gyerek, semmi nem történt. Én már, amikor egy picit fáradtabban érkezem a gyerekért az iskolába, akkor szándékosan nem kérdezem meg, hogy mi történt, mert hazáig mondja. Tehát be nem áll a szája, mi vidéken lakunk, mire hazaérünk, ugye folyamatosan mondja, hogy milyen pozitív élményei vannak, úgyhogy ott két fantasztikus tanítónéni van, Lilla néni és Noémi néni valamit tud abban az osztályban. Tehát lényegében ez, amit a komplex alapprogram az első év tapasztalatai alapján tud hozni, nagyon bízunk benne, hiszen a program a továbbiakban is még folytatódik, legalább két évig, illetve a fenntartási időszakban, hogy hasonló eredményeket fogunk kapni azzal kapcsolatban, hogy hogyan, miként tudja talán a kihívásokat egy kicsit megoldani, hogyan tud megoldási lehetőségeket biztosítani a pedagógusok számára, és hát valahol ez a cél, hogy színes, szagos, maszatos élményekben gazdag tanulók menjenek haza az iskolából. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!